Majka örökre tervez Dundikával, de azért volt előtte egy pár kalandja. Molnár Anikóval csak pár hétig tartott a viszonyuk, de azt is titkolták. Fresh Andival a szerelmük viharos volt, csak egy évig éltek együtt. Majka ugyanis nem tűrte Andi féltékenységét. Kis Ramónát viszont majdnem feleségül vette, ám ezúttal őt kosarazták ki. Majka ezután egy aktmodellel vigasztalódott, akit nyilván nem vállalt fel, Spitz Tünde ezt megelégelte, és kitette a szűrét. Az ózdi hős aztán egy szerelmi háromszögbe keveredett, Harsányi Leventétől elszerette debreceni Zitát, akivel csupán egy évig húzták. A rapper bulizni és élni akart. Dundika előtt az utolsó állomás a modell Zana Katica volt. Ez a kapcsolat sem sikerült, mert Majka még nem akart elköteleződni. Végül megérkezett a nyuszi lány, aki mindent vitt. Párhajni házas volt, Majkáért elvált, és úgy tűnik megérte, 13 éve kitart mellette. Neked hány kapcsolatod volt, mire megtaláltad az igazit? Írd meg kommentben!